Sziasztok! Szép napot kívánok mindenkinek! Egy kicsit érdekesebb videóval jönnék most, és remélem is, hogy érdekesre sikerül. Már csak azért is, mert én nem igazán vagyok ezekben a dolgokban jó, de egy kedves barátomtól megérdeklődtem, hogy hogyan tudnám érdekesebbé tenni ezeket a blogokat, hiszen azért nagyon sok fotó készül a heti munkámról és a felépítésemről, és találtam egy olyan applikációt, amiben az általam beszélt dolgokról képeket is láthattok, úgyhogy remélem, hogy össze fog jönni és jobban fogjátok élvezni. Szerintem sokkal jobb, mint hogy itt 20 percet egyfolytában beszélek, és csak hallgattok, és kb. A 10. percbe kikapcsoljátok. Na, ezt nem szeretnénk elérni. Hozzáteszem, én úgy érzem, hogy nagyon hasznos ez a videósorozat, hiszen nagyon sokan írtok, kerestek, és hasznos információkkal tudok segíteni tényleg embereknek sérülések kapcsán, ha már csak ezért is, de ilyet nem szabad mondani, de tényleg ilyen szempontból azért megérte, hogy hasznos információk birtokában állok tényleg, és tudok segíteni nektek. Úgyhogy nagyon örülök, hogy nézitek és érdeklődtök ezek iránt a dolgok iránt. Azzal kezdeném, hogy voltam a 4 hetes kontrollon a doktor úrnál, találkoztunk, körülbelül 15 percet vett ez is igénybe, tehát nagyon gyorsan ment, és a kontrollnak a lényege az volt, hogy megnézte a szalagnak a stabilitását, amire annyi volt a mondata, hogy stabil, mint a beton, úgyhogy nagyon örültem neki. Kért egy hajlítást, hát a hajlításom magamtól az olyan 90-95 fok, nem éri el a 100 fokot, csak akkor, hogyha nagyon feszegetve van, és közben körülbelül sikítok. Még ez egy nagyon fájdalmas időszak, de a 90-95 fok megvan, amire azt mondta igazából, hogy ebben az időszakban ez a reális, tehát hogy ez a jó, természetesen dolgozunk rajta. A nyújtásomnál mondott egy annyit, hogy a múltkor is ilyen nehézkes volt, és mondtam, hogy nem, javult ez már sokat, de ott úgy vettem észre, hogy egy kicsit talán, mint hogyha nem is az, hogy elégedetlen volt, csak picit azért jobban akarta volna ezt látni. De persze ezen is minden nap dolgozom, és dolgozunk a rehabon. Nagyon rendes volt a gyógytornászom, mert bejött velem a kontrollra, és tulajdonképpen mindent hallott, és tényleg pozitív információkat kaptam. A következő kontrollom az majd január 6-a, amikor már ugye 8 hetes lesz a műtét. Olyan gyorsan elszaladt az idő, hogy még a doktor úr is meglepődött, hogy már elmúltam 4 hetes. És képzeljétek el, hogy levehettem a rögzítőt, tehát most már éjszakára sem kell használnom, ami azért nagyon jó, mert most már végig tudom aludni az éjszakákat. Azért van, hogy megébredek, és vannak fájdalmaim, de azért azt, hogy a rögzítő már nem nyom, nem kell csatolgatni, megigazítani, és a többi az nagyon sokat számít, és tényleg most már érdemlegesen tudok pihenni. És most már, ha bárhova is megyek, már csak akkor kell felvenni, hogyha mondjuk nyálkás, esős idő van, csúszik az út, de hát képzeljétek el, hogy most már szinte nem is hordom a rögzítőt, úgyhogy nagyon örülök neki. A járásom az még kicsit egy ilyen biccentős féleség, hiszen még nem nyúlt ki teljesen a lábam, ilyen 15 foknyi hiányzik még, 15-20 fok közötti a hiányom, de rajta vagyunk ezen, és szerintem ez meg lesz, és akkor a járásom is már ki fog egyenesedni. A rehabilitációról szeretnék kicsit beszélni, illetve arról, hogy a sebem az nagyon szépen gyógyul, és nagyon szépen leestek róla ezek a seb darabkák. Van rajta egy minimális folyadék a tért kalács fölött, mint láthatjátok, de ezt a kontrollon azt mondta, hogy ezt nem szívja le, hiszen felesleges. Valamennyi folyadék kell oda ahhoz, hogy gyógyuljon a lábam, úgyhogy nem szívta le, aminek nagyon örülök személy szerint, mert én meglátom a tűt, és én leesek az ágyról. Attól függetlenül nagyon sokan tudjátok, hogy én tele vagyok tetoválva, meg leszek is, meg stb., de ezen szoktak nevetni a vérvételen is, amikor bukott szemmel ülök. De nem kellett leszívni, és tényleg ez nagyon boldoggá tett, hogy azt mondta, hogy nem kell bántani.
Úgyhogy nagyon boldogan jöttem ki a kontrollról, és a rehabilitációra át is térek egy picit. Minden rehabomat 15 perc biciklizéssel kezdem, vagy 2x10 perc biciklizéssel. A 2x10 perc között van, egy kicsit lejjebb állítjuk az ülést. Amikor egy normál magasságon van az ülésem, akkor nem kompenzálok annyira bal oldalra, de azért még nyilván nem tartott a hajlításom, hogy amikor nagyon alacsonyra van állítva, akkor azért sajnos dőlök ki, hiszen ugye ott még fáj, és nekem most például jelen pillanatban a hajlatomban van fájdalom, mivel ugye a hamstring izmom az nagyon gyenge, és hát nyilván az ember meg tudja egy kicsit erőltetni ilyenkor, de abszolút fájdalommentesen is tudok már biciklizni, ami szintén nálam egy várt pillanat volt, hogy tudjak tekerni, és tényleg olyan szinten élvezem ezt az egy helyben biciklizést, hogy mint hogyha nem is tudom, megkaptam volna a PS23-at ajándékba karácsonyra. Úgyhogy ezekkel a feladatokkal szoktunk kezdeni, különböző intenzitással szoktam tekerni, és utána térünk rá a TRX-es gyakorlatokra, amin TRX-en ugye 90 fokos guggolásokat szoktam csinálni, vagy van az intenzív guggolás, amikor egy 30 fok, 60 fok, 90 fok, abból fölállás és ráfeszítés, ugye, hogy a nyújtásom is meglegyen, és abból megint 30 fok, 60 fok, 90 fok, és kinyújt, ráfeszít. Ezt szokták úgy is csináltatni velem, hogy ezt a flossing gumi szalagot feltekerik a térdemre, ami ugye egy vérbőséget okoz, és azzal kell guggolnom, és utána lepergetik, és szépen ott dolgozik minden. A guggolásnál azért még érzem azt, hogy amikor egy pontban ugye megáll a hajlításom, akkor már kezdek kidőlni bal oldalra, de onnan ugye az a kulcsa, hogy ne kompenzáljon a csípő, tehát tényleg addig megyünk le, amikor már feszít, de még a fájdalompontnál egy picit lejjebb, tehát muszáj feszegetni ezeket a határokat, mert ezzel fogjátok elérni azt, hogy a műtött láb tényleg behajoljon, illetve kinyúljon. Vannak kellemetlen napjaim, ezt már mondtam az előző videóban is, konkrétan a múlt heti rehabon kétszer is sírtam, sírva jöttem haza, mert olyan szinten átléptem már a rehabilitáció fájdalmi küszöbömet, ami nem is tudok kifejezni, tehát nem lehet ezt kifejezni, hogy már nem gondolod azt, hogy még jobban fájhat, és jobban fáj, de ezt higgyétek el, hogy ez mire fölébredtek másnap reggel, és mire menni kell a következő rehabra, ez már megszűnik, és simán végig tudjátok dolgozni a napokat, hiszen tudjátok azt fejbe, hogy az értetek van, és ez azért kell, hogy minél gyorsabban el legyenek érve a mozgástartományok, hiszen amint megvan a mozgástartomány, sokkal könnyebb lesz már a rehabilitáció, úgyhogy nekem ebben nagyon sokat segítenek a TRX-es gyakorlatok, illetve szoktunk csinálni mobilizációs gyakorlatokat, ahol ugye a mélyizmokat is megmozgatjuk, illetve ott is a nyújtásokat, hajlításokat erőltetjük, illetve az, hogy a törzsizom is vissza tudjon jönni, de egyébként én már a műtét előtt is folyamatosan erősítettem felső testre, hogy ne essek annyira vissza. Hozzáteszem, visszaestem azért, hiszen 10 napot feküdni, meg illetve amíg az ember nem tudja érdemlegesen elkezdeni a rehabilitációt, addig ugye nagyon hamar el tud lustulni az ember, úgyhogy nagyon örülök ezeknek a mobilizációs minibendes gyakorlatoknak is például, amikor tényleg minden izmot próbálunk visszahozni. Bokasúlyokkal rengeteget dolgozom, azért, hogy a hátsó izmom és az előső combizmom is magához térjen, és minél gyorsabban bekapcsolódjon a munkába, illetve sokat segít a nyújtásban is, hogy húzza lefelé a lábamat, úgyhogy a bokasúly az nagyon hasznos, és azt tényleg tudom nektek ajánlani, hogyha a rehabilitáció után otthon vagytok, és még nem nyúlt ki a lábatok, akkor nyugodtan dobjatok fel egy bokasúlyt, ami húzza lefelé egy picit, hiszen tényleg a nyújtás a legfontosabb, hogy meglegyen, mert ha nyújtás megvan, akkor már ugye sokkal könnyebb minden, a hajlításra szokták azt mondani, hogy az majd úgyis visszajön, és persze vissza is fog jönni, úgyhogy én a bokasúlyt azt nagyon-nagyon ajánlom nektek, szerintem egy fontos eszköze a rehabilitációnak, illetve ez a lapos labda,
amivel még dolgozunk, ezekbe ugye pumpákat szoktunk csinálni a két tért között, ugye pumpálni, nyújtani előre, és ami nagyon fontos, hogy mind a kettő lábbal dolgozom, tehát a régebben operált lábbal is megcsinálom mindig ugyanazt a sorozatszámot, hiszen mind a kettőt egyformán kell terhelni. Persze vannak olyan gyakorlatok, ahol csak a műtöttel dolgozom, de például ennél a narancssárga labdás gyakorlatnál is mind a két lábomat használom, illetve a zsámolyra fellépés, amit láthattok, ott is mind a kettővel fellépek, és tulajdonképpen egy egyensúlyozott gyakorlat, illetve itt az a fantasztikus, hogy érzem azt, hogy a műtött láb is stabil, és ahogy a képen láthatjátok, a jobb lábam van felül, tehát ez segíti a hajlítást, és illetve a lelépésnél ugye a nyújtást, hiszen sarokra érkezel le, és tolod bele a talajba a lábadat, hogy nyúljon. Tehát nagyon fontosak a gyors átmenetek, a hajlítás, nyújtás, hajlítás, nyújtás, mert annak is majd idővel ugye meg kell szűnnie, hogy a hajlítás után nagyon nehéz kinyújtani a lábat, de ezek benne vannak a pakliba, és mindenkinél ezt tapasztalom, mindenki ezt mondja vissza, hogy nagyon nehezek voltak az átmenetek. Viszont tényleg rohamosan érzem a változást abból a szempontból, hogy szinte már ugye fantasztikus érzés, hogy lesétálok a boltba, és elintézek magamnak mindent. Nagyon, nagyon nagy szerencse, hogy a térdem a rehabilitáció után nem telik fel, nem vizesedik, nem gyullad be, nem kell elmenni leszivatni, hogy tudjuk csinálni a rehabilitációt. Nyilván forrónak forró, hiszen a rehab után ugye meg van terhelve, de most már szinte minden olyan gyakorlatot tudok csinálni, amit tulajdonképpen egy edzésbe el tudtok képzelni, és nagyon sok változatos gyakorlatot most már előveszünk azért, hogy ez tudjon haladni. És amit tényleg fontosnak tartok, az mindig az, hogy én mondom azt nektek, hogy dolgozzatok vele itthon is, de sose a rehab után. Tehát a rehab után én is hazajövök, szépen jegelem, pihentetem a lábamat, és fontos az, hogy szépen vissza tudjon hűlni, meg tudjon egy kicsit nyugodni, hiszen mint a sportban nagyon fontos a regeneráció, itt főleg fontos a regeneráció, tehát ugye itt maga a szalag az nagyon jól be van csavarozva oda a csontba, nem is maga a szalag fáj, hanem ugye az, hogy a szövetek és minden oda le van tapadva, de én például minden rehab után kapok masszást, kapok Game Ready-t, kapok normateket, ami ugye itthon is van, az előző videóban mutattam nektek, ezt általában hétvégenként használom itthon. Van egy ilyen kis combizom mozgató gépem, amit szintén használok itthon, de ezeknek tudni kell az idejét, és ezt mindig beszéljétek meg a gyógytornászatokkal, hogy mikor ajánlja, hogyan én is kapom a programomat. Úgyhogy hagyni kell az izmot és a szalagot is regenerálni, hiszen mindig jelez a szervezet, hogy elfáradt. Bocsánat, csak kiszáradtam. Úgyhogy... Illetve amit mondtam nektek, hogy én elkezdtem újra inni a fehérjét, hiszen most már azért vissza kell jönni annak az izomnak, és munkába van véve úgymond az izmom, úgyhogy én elkezdtem inni ezt az izófehérjét, ezt minden edzés után iszom. Én azt vallom, hogy az edzés utáni elkövetkezendő 30 percben el kell fogyasztani, de ki mit gondol, ki hogy gondolja, én egyből az edzés utánat megcsinálom, összerázom magamnak és megiszom, hiszen segíti az izom épülést, és abba bízom, hogy tényleg ezeknek meg lesz az eredménye. Most el fogom már kezdeni a porcerősítő szedést is, amit szintén ugye az orvos ajánlott. Nem baj, ha a műtét közben nem volt porcotok, ha nem volt porcsérülés, az sose baj, nekem sem volt egyébként a jobb lábamnál porcsérülésem, de én úgy voltam vele, hogy ez fontos, és szedni kell, hiszen mégiscsak belenyúltak, nekem is azért a porc felszínt azt megtisztították, úgyhogy én szépen el fogom kezdeni szedni. Fogok szedni egy gyógytornászom által ajánlott terméket, illetve fogok szedni egy természetes gyógymódú porcerősítőt is.
Ezt még nem tudom konkrétan, hogy melyiket hogyan. Az egyiket már megrendeltem, de szeretnék azért többfélét, hiszen ezzel szerintem az ember nem árthat. Úgyhogy amit tudok, és ami biztos, az az, hogy érzem azt, hogy könnyebb a lábam, érzem azt, hogy napról napra jönnek vissza az izom kapcsolataim. Ez még nyilván magában a tömegében nem látszik, hiszen ennek kell időt is. Tudjátok, hogy nagyon gyorsan el lehet veszíteni az izmot, és nagyon-nagyon lassú folyamat ezt fölépíteni, de nem vagyok türelmetlen, és nagyon fontos az, hogy türelmesek legyetek ebben az időszakban, mert egy izmot azért visszaépíteni kvázi a nulláról, az azért nagyon sok meló, és pontosan azért vannak azok a gyakorlatok, hogy az ember tényleg a sérült térdére koncentráljon. Tehát amikor például van a nagy virággal ez a közös rehabilitációs gyakorlatunk, amikor a virág dobja a műtött lábamra a labdát, és visszapasszolom a kezébe, ott is nem a bal lábamra kellett koncentrálnom, mivel stabilizálok, hanem azzal, hogy ott is szépen hajlít, nyújt és visszapasszol, hajlít, nyújt és visszapasszol. Teljesen oda kell az agyat irányítani arra a sérült testrészre, hiszen szerintem ezek a benti dolgok, ezek az eldöntöm dolgok, ezek nagyon sokat tudnak tényleg javítani az embernek az állapotán, és fontos a jegelés utána, hogy hazaértek, és nem baj, hogyha a rehabilitáció után kaptok jeget a térdetekre. Én még itthon is simán rádobom 3 óránként 10 percre a jeget a térdemre, mert fontos a megpihenés, hiszen és attól se ijedjetek meg, hogyha megpihen, akkor úgy érzitek, hogy ismét feszül, nehéz hajlítani, nehéz nyújtani. Igen, ez így van, megpihen a rehab után, akkor szintén kicsit megint összeáll, ráadásul én nem vagyok egy túl mobilis és hajlékony ember, engem azért picit ez is szivat, hogy hát ugye az izomzatom nem a leghajlékonyabb, de ezen dolgozni kell, és vannak olyan gyakorlatok, amit higgyétek el, hogy a hátam közepére nem kívánok, mert amikor focizom sem, szeretem ezeket a mobilizációs gyakorlatokat, úgymond, de rá kell jönni, nagyon fontos, és vannak az életben olyan dolgok, amiket nem szeretünk, de mégis meg kell csinálni a mi érdekünkbe, és ezeket szépen mindig meg kell csinálni, tehát nem veszel az ember életéből sok időt, de ezeket biztosan hasznosítani fogom majd a jövőre nézve. Most jövő héttől folytatjuk ugyanúgy a munkát, tehát izomépítés, illetve a mozgástartományok visszahozatala lesz a célunk, úgyhogy folyamatosan mérem, nézem az állapotomat, nézem a combizmomnak a visszaépülését. Most még annyi van, hogy a doktor úr felírt 20 adag injekciót, hogy azt még be kell adni, hiszen 7 hétig kell ezt szúrni. Úgyhogy azt még szúrjuk és adjuk és csináljuk. Muszáj, mert ugye a vérhigító az ilyenkor nagyon fontos, illetve hordanom kell még a trombózis harisnyát a 6. hétig, tehát ezt majd hát olyan másfél hét múlva vehetem le magamról, és minden olyan dolgot betartok, ami fontos, de most már szépen én is meglepődtem azon, hogy mennyire elment az idő. A doktor úr is kérdezte, hogy már 4 hetes lila, és mondtam, hogy már eltett 4 hét, és már mankó nélkül sétálok be a doktorhoz. Ezek tényleg fantasztikus érzések, és itt a rehabilitációnál én tényleg azt tudom nektek mondani, hogyha ilyen helyzetben vagytok, hogy nem is a csőkihúzás a legborzasztóbb szerintem ebben az egészben, hiszen én attól féltem, ezt tudjátok, elmondtam, aki tényleg figyeli a videókat, én attól nagyon-nagyon be voltam parázva, hogy egy kicsit szebben fogalmazzak. Itt a rehabilitációnak az első 6-8-10 hete az, ameddig a mozgástartomány nem jön vissza, az a legfájdalmasabb, de aki vissza akar térni a pályára, és aki el akar érni a céljait, és jó állapotban akar visszakerülni, szerintem nem kérdés, hogy ezekből a fájdalmakból csak erőt merít. Úgyhogy én remélem, hogy tetszett ez a videó, és remélem, hogy tudtam nektek pár olyan
feladatot mutatni, akár képeken, vagy akár a sebemről, ami hasznos lehet. Itt most ugye, mivel nincsen nagy ugrás még, tehát nem tudunk még egyből átugrani oda, hogy már futok, hogy már olyan gyakorlatokat csinálunk, inkább abba próbálok nektek segíteni, mik azok a gyakorlatok, amiket velem csináltatnak, hogyan kell azt helyesen csinálni, illetve ugye a fehérje szedése, a táplálkozás, ami fontos, a vízfogyasztás, ami fontos, hiszen egy sérülésnél, nem csak a sérülésnél, de például a porcnál is, most olvastam az interneten, hogy szoktam olvasni, például a porc képződésnél is nagyon fontos a folyadék, és én alapból úgy kezdem a reggelt, hogy két ilyen pohár vizet lehúzok, és folyamatosan óránként iszok. Nem baj, ha sokat jártok pisilni, ne törődjetek vele, de nem szabad dehidratáltnak lenni, mert akkor az elvégzett munka sem olyan. Úgyhogy bármi kérdésetek van, abszolút állok rendelkezésetekre, és természetesen érkezünk majd a következő videóval. Ha bármi kérdésetek van itt a gyakorlatokkal, vagy tényleg az eszközökkel kapcsolatosan, amit én használok, akkor pedig nyugodtan keressetek. Szép hétvégét mindenkinek, és mindenkinek puszi. Sziasztok!